Csokon friss a heti hirdetőt, tetszik kérni? Heti hirdetőt? Csokon heti hirdetőt, tetszik kérni? Csokon heti hirdetőt, tetszik kérni? Friss heti hirdetőt tetszik venni? Heti hirdetőt? Heti hirdetőt tetszik venni? Új kapcsolataiban most ne nagyon bízzon. A mája az apró sikerektől csak módjával hízzon. Hiszen rossz is gyakran önreles, s minden nehézséget saját magának keres. Szűzanyám. Magas művészi színvonalú másolatok készítését vállalom, Öllerer András festőművész. Halló! Jó napot kívánok! Egy újságjelentést olvasok itt a heti hirdetőben, egy eladó régi motorbicikli 58-as évjárat. Az milyen? Nem ír, látok márkát, nem ír márkát, hogy mi az. BMW. És ez mennyire üzemképes, vagy egyáltalán talon valami van-e hozzá, papírjai megvannak-e? Heti hirdetőt tetszene kérni? Mennyi? Igen. Hát akkor most betlápom a váron észre, vagy hova mi? Oda mondtam, galambi. Legalább ló is megjárja magát, mert járatlan. Erősen. Eljövök, melyek s jövök ma. Van egy barátom. Galambot akarok hozni tőle. Előbb Betlápfalvára vagy Fejkefelé nézve, vagy Kadisfalva felé? Kadisfalva felé. A Fejkefelé hamarabb van. Fejkefelé hamarabb van, de én a biztonságosabb. Nem szabad arra felé, hogy nemzetközi úton nem szabad járni. Jaj, de jó. Na, az igen. Ezen nem csillog? De igen. Végül is az lesz, hogy ezen lehet módosítani, hogy jöjjön be a fény, vagy a külső... Ebből a szögből nem egyáltalán, biztos, hogy onnan... Itt is csak az alja, gyakorlatilag, hogy a lényeget látom. Hát mindenképpen... Megoldjuk. Örülök tényleg. Tetszene egy kicsit reklámozni ezt a dolgot, hát ha még kerül az ismeretség körbe, vagy a rokonságban még egy-egy ilyen... Meglátják, na, jó. Valamit ebből én vissza kell adjak, vagy ez így akkor egyenes meg, mert én most meg fejben nem számoltam. Hát akkor körülbelül üti. Kellene adjam 889-et. Igen, de körülbelül üti. Igen. Na. Jó, köszönöm nagyon szépen. Ó, menjünk kicsit létre. Ó. Tános barátom! Ó. Friss heti hirdetőt.
heti hirdetőt. Tamás! Tamás! Heti hirdetőt. Pitu, én mit kér? Mennyi? Működik, nem kell próbálni? No, 15 év viszem. Vagy próbáljam, működik minden. Garancia mellett adom. Jövő vasárnap is működik. Hát, alkudni kell. Köszöntöm szépen. Látod, hogy kezd körözni? Hát de nevedd el, ne mozgasd. Tehát amikor elkapta azt a pontot, akkor nem mozgasd, mert... Otthon én kipróbáltam, nem hittem, és bevállott. A baknak így kell menjen, ha így mozgó. Persze, előre hátra. Ez egy jó régi galambásztrük, de... Na, múltkor mondtam valakinek, kiröhögte. Megmutattam otthon. Bele, ez 100%-os. Én már tudtam. 99%-os, mert 100%-os. Mennyi az ára ennek? Baráti alapú. Baráti alapú? Sok. De mennyi? Mit tudom, 35 millió. Ne vágjál fel ennek. Ha nem vágok fel. 20-i adod? Hát azért 25-et meg kéne írni. 25-et? Hát tényleg ez jó tojó, nem? És az áldomást aztán melyik feszik? Én veszem. Na jó, adja Isten szerencsét. Neked is. Megint szivarazó? Még mindig. Na anyám, döntsük-e? Egész éjjel azon gondolkoztam, hogy... Kétféle autó van. Van egy olyan autó, amelyik kimondottan nekünk nagyon jó, de nem néz olyan jól ki. Érted? Tehát megjelenni vele nem annyira elegáns. Van egy másik, amelyik nekünk nem a legjobb, de kényelmesen belett van, mint a Vencié, tudod? És marad egy pénzünk az öt kártyára. Hát kérünk kölcsön még valakit. Nem kérünk kölcsön senkitől. Tessék alkudni. Nem kell valaki egy helyről adja, így csibbe-csubba, innen nem is, onnan is. Nem kérünk csibbe-csubba, Gozi. Addig húzzuk a takarót, ameddig ér és készen van. Akkor kell maradni az a Renault Trafic. De az nem nézően jó ki. Ha 400-at kérne, Gozi, azt 350 ezerbe behagyják. Nem hiszem. Ha, miért te? Én? Annyit kérsz, amennyiért odaadod? Nem tudom. Na meglőttél, fiatal. Na jó, de az azért idegesít egy kicsit, mert az 88-as évjárat. Nem baj. Olyan kocsit kell venni, hogy lehessen vele megjelenni, Gozi. Kérnék valakitől egy 20-30, lehet, hogy nem is lenne szükség arra a pénzre. Csak hogy legyen ott a zsebbe, érted, hogy... Gozi, nem fogjuk tudni fizetni, ember, értsd meg! De lehet, hogy el se fogom költeni. És ha el? Havi 3 millió a bank, havi 60 dollár a biztosítás, még nem értünk semmit, az adót nincs kifizetve, s kölcsön akarsz kérni. Húzd addig, fiam, a takarót, ameddig ér. Valahogy lesz. Nem lesz. Ízét ki miért itt kérni, bazni, ezért? Ne, ez jól van, mert olyan jól esik a másiknak, amikor megkapja 1400-1300. Na most már ezt 1200 is oda lehet adni. Ezt? Már áll egy hónapja itt. 1200, faszom, hogy tudja, hogy jön, nem adom. 1300, tessék tudni. De miért, mennyiért vettétek? 850-re áll nektek, mit akarsz? Ha nem, álljon inkább a nyakadon? Hát add 1200-re, akkor ma. Egész ilyen durvízótában az meg, és 12-től lejsz a piaszra, azt hiszem, hogy így működik, bazd meg. Hát fél, három kommentem haza tőled. Mit csinálta? Ültem, kivertem a faszom egyszer. Nem szigyeld magad, hogy nálam kivert a faszom egyszer. Szigyeld, tényleg. Mocskos patkány. Mert a lesz a karcolod, ott ne tárd, bazd meg.
Mi? Hát írjuk ki rá, ez is eladó a kocsival együtt. Ez ajándék, bónusz. Bónusz. Kicsit itt figyel meg, tehát vízszintes kell legyen az ellipszis. Tehát vízszintes síkba levő körök mindig vízszintes ellipszist írnak le. Ezt ezerszer elmondtam már. És a körvonalakat megkérlek szépen, ne ilyen firka-pirka-mirkákat rajzoljál. Akkor lehet menni szünetre. Mennyi a tára? 6700 euró. Hányos ez? 92-es. Jó. Köszi! Hát ez jó lenne, csak 6000 euró, most én nem tudok összeszedni. És annyit nem hagynak le belőle, hogy mi meg tudjuk ezt venni. Pont egy ilyen kéne. Úgy. Szedd le, úgy. Maras, most vedünk. Na. Engedd el, engedd el! Na jó, elég, engedd el! Nem szabad, nem szabad! Nem szabad! Várj! 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 Na! Hozd ki! Lemerültem! Egy-két óra, elom. Egy-két óra, az elég sok. Hát akkor add nekem annak felét. Veszek egy táskát. Igen. Ezt add ide mind. Így még. Körülbelül. Így csak táskába veszek. Jó. Semmi nincsen be az orvosom. Feleséget nem találtam? Azt nem kapok. Vagy valami bajod nincs? Valami... Segít. Aranyeres, vízbajos, vízszeres dolgod nincs, meggyógyít. Ja, meg beszélem, menjen fel hozzá. 10 percre. Cigány minusz. Ezt ide bedobom, csillog. Ezt berakom, és később bejövészem, jó? Addig... Igen. Eladom. Vedd meg. 500 euró. Menjen, 500! Sokat? Hát, jó. Ja, mennyi. Tiszta úrva, azt mondom. Ezt berakom. Gyere ide! Gyere, gyere ide, ne félj tőle! Fogd meg bátran, ne törődj, húzd félre! Gyere ide! Húzzad! Húzd meg, ember! Húzzad! Húzzad! Van egy kis pénz, kocsit kell venni? Ez van. A kölcsön utána jöttem. Fővettem a kölcsönt a csekből. Mennyit adtam? Hát 50 millió lejt kértem, ugye akkor 50 millió lejt el is fogadták, de abban 5 millió lejt leüttek, és adtak 45 millió lejt. Ezt így össze kell kötni, vagy? Igen.
tudom. Heti hirdetőt? Hát ha tudtam, hogy akkor nem lehet tenni. Heti hirdetőt? Mennyi lesz? Egy lej. Köszönöm. 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 Csókolom. Heti hirdetőt tetszenek adni? Nem. Hirdetőt? Nem akarsz semmit ebből a pénzből? Még az 1500-ből 3000-et kért érte. Padlós is szétrohadva, ez csak fel a dirózsa, ezt még lehet javítani, de... Egy festés kell erre, és a kicsi kozmetika. És belülről aztán te szereted vizsgálni. Majd éppen, hú, te... Hát, ha a saját autóda... A szembe kell lakni, az ajtón ki lehet látni, átadni. Az le van omolva az ajtó, látod? Igen, ott minden le van omolva. Az le van omolva. Nem csak ott, hanem ott is. Meg lehet csinálni, egyegesítő ajtó. Meg lehet csinálni? Meg. Meg lehet csinálni. Esztétikailag nagyon... Esztétikailag roncs. Roncs, basz. Szia! El kell induljak jövő héten valahogy, és visszajövök, és szórom a pénzt. Tudod, ez volt a vágyam mindig. És veszel egy farmert. Persze, nyilván. Veszek egy olyan farmert, nem fogom túltálóból venni. Egy minőségit veszek. Ó, látjuk, az angolok nem öltöznek valami jól. Mező, nem hiszem, hogy angolt fogok látni, csak ilyen lengyelt, ilyen románt, két magyart. Ukránt, biztos ukránt fogok látni. Az az érzésem, hogy nem fogok elmenni, nem fog sikerülni. Hát de hogy nem fog sikerülni? Miért nem sikerülni? Egyszerűen, ha nem jeleznek vissza Angliából, akkor nem fogok menni. Gyöngyi, mikor megy fel? Gyöngyi? Hát valószínűleg jövő hétvégén, vagy azután való hét elején. És munkát kaptál Bukarestbe? Valamit? Gyöngyi Bukarestbe fog maradni. Jó, tudom, hogy ott fog maradni, de azt is nagyon jó tudja, hogy 2-3 óra biztos nem fogok arra fele menni. Hogy az államvizsgálta igaz, de vagy? Hát persze, hát aztán hiába ő csőnként. De az mikor az? Szerintem biztos kerül valami munka, tehát most tök mindegy, hogy mi nekem tényleg teljesen mindegy, most hogy mi egyelőre. Februárban lesz valamikor, nem? Margareta Cira vagyok. Halló, hall engem? Halló, igen. Na jó, van. Kicsit szaglottam, de hallom. Na jó. Akkor azt szeretném kérdezni, mert itt a hirdetésben láttam, hogy a szerencsét visszahozni lehet, meg a szerelmi problémákat meg lehet oldani, de én nem erről szeretnék kérdezni. Nekem van egy 31 éves fiam, akivel már a kapcsolatot elvesztettem nagyon régen. Ebbe tudna ön segíteni nekem? Ilyen, szóval nem tudja, hogy hol van, ugye? Hát 2002-ben én azt tudom, hogy elment Magyarországra. Igen, és Budapesten talán élt egy évig, két évig. Még akkor volt vele kapcsolatom, már e-mailbe írt nekem, de nagyon ritkán. És utána meg nem még írt semmit, elvesztettem totálisan. Megszűnt, igen, a kapcsolat. Vissza tudna hívni esetleg délután este fele, megkérem szépen, mert most pont valaki van, és dolgom van, és akkor többet tudom beszélgetni. Rakjuk a kurva faszát az anyám, aki játszik vele. Öregisten kurva faszom egyszer ebben az épületben. Lakatot én rátettem, és letörtén. Le van vágva, ne lát. Nem levágva, letörtén. Na, azt is kiszerelte föl, ingyen kérlek szépen oda a vezetékükre a gázcsövet. Kiszerelte föl, kibaszta ide, mert lehetőbb. Ha nem fizeti, meg lehetőbb. Becsülre szabban mondom, meg körbészik. Az én pénz nem fogott ide belőle az Isten faszra, meg a válcsőbe. Senki más. Nem volt kapcsolva. Mi? A villany. Hát, Déno, ezek alusznak már?
elég ócska. Olyan éhes vagyok, kéne együnk valamit. Hát, először is az, hogy 3000 köbcent is. Érted? És a másik meg az, hogy hát az udalajtó be van drótozva. Az az udalára az ajtó fő volt drótozva, ott lóg. Karácsony napján született a kis gyógyító Krisztina Erika. Ezért de is hogyan magyarul a név? Krisztina az románul. Krisztina Erika. Milyen jó üzleti fogás mi. Magyar-román egyaránt. Ezért is van megáldva különleges képessége, hiszen álmában két angyal azt súgta neki. Te leszel Krisztina, kiválasztott és segíteni fogod az embereket a bajban, megmondod a jövőt és meggyógyítod betegségeiket. Felébredt, azt mondta, hál' Isten, visszaaludt, és utána mondta az angyal, pénzért. Nem, gondolom, az a mennyei dolog, az a gyönyörű, szép, valami fény. Ebből fogsz megélni. Repdeset, lehet, hogy pénzért. Tudod, írja, mondta, hogy Krisztina, Jerika, hogy közbazd meg akkor. És a hirdetés típusát, itt van itt egy példa is hangszer, tehát jön akkor, hogy állat. Állat, eladó Amstaff. Eladó 3 éves Amstaff kan. Belírjuk import. Azt is írjuk bele, hogy törzskönyvezet. Igen. Mert az fontos. Ezet. És törzskönyvezet. Na. Akkor küldjük el. Elküldjük? Igen. Biztos? Igen. Halló? Halló, Mauzic? Davro. Akkor a Erikás Dori szavar bezd a köszöpáltat. Jósson. Hoftit? Jósson. Prasso, conosco fata. Și nu știu câte... Acum vă întreb numai, adică vă spun numai așa, nu o să vă dau detalii și aș vrea să o cunosc și nu știu câtă șansă aș avea să o cunosc sau dacă vom fi împreună și nu știu dacă ați putea să mă ajutați în privința asta. Eu sau... pot ajuta să știți în privința asta, da. Pot ajuta maxim în 3 zile. În 3 zile, înțeleg. Și asta ar fi o problemă mai ușoară, mă gândesc, nu? Sau... Și mai ieftină. Nu știu, adică cu 3 milioane mă puteți ajuta. Deci cu 3 milioane vă pot ajuta cu totul. Intrați, dacă ești de acord cu mine să începem în lucrare, îmi spui dacă dure rezolvarea, eu trebuie acum la urgență. Uh-huh. A, mă puneți la urgență? Da, la urgență. Atunci o să vă mai sun înapoi, mă gândesc acum să fac rost de 3 milioane de lei și atunci o să vă mai sun înapoi, bine? Bine. Ok, vă mulțumesc tare mult, la revedere. 3 milioane, orice problemă. Szóval akkor végül is, ha nőt, akkor lehet, hogy meg tudnám szerezni, hogy itt van. Nem akar felelni. Cseng? Cseng, persze. Már igazán, hogy kéne feleljen ennyi csengetés után, hát... Próbáljuk meg ezt a másik számot, mit szóltok? Az Erikát? Két angyal azt súgta neki, te leszel Krisztina, aki választott. Halló, jó napot kívánok! Bună ziua! Ungurește nu știți, atunci vorbeți românește. Dumneavoastră vă ocupați cu ajutorul oamenilor, am înțeles aici. Da. Na. Eu am o problemă nu chiar de boală, nici de dragoste, o problemă mai dificilă. Despre copilul meu aș vrea să știu unele lucruri, dacă se poate. Da, spuneți-mi numele lui. Numele Nuri Jean. Așa. Anton Ricard. Și vârsta? 31 de ani. Bun, doamnă. Reveniți cu un telefon în 20 de minute. Bine. O să revin atunci. Mulțumesc frumos. Husperts, mă nezitek, mă meg hány óra van. Husperts az azt jelenti, hogy 4 óra előtt 10 perccel. No,
Már Bukarestben nem kapsz munkahelyet, szolgálnak szegődnék egy igényes, jómodú családhoz. Megbízható álva fiú vagyok, munkahely nélkül. Nos, ezt nézd meg, ugyanez az arc. Szóval itt láttuk, ugye, hogy ilyen szolga, ott szegődne, nem tudom, megbízható árva, srác, el tudsz képzelni ilyen taknyos csávot, tudom, hogy minden szuper. És itt hirtelen átlapozgattam, és ez van, hogy szexrabszolgának szegődnék egy igényes párhoz. 30-as, 181-63 érzéki, alkalmazkodó, mindenre hajlandó fiú vagyok, és a telefonszám hirtelen ugyanaz, mint ennél a szolgásnál. Nem? Hát ez valami brutális mazonista. Tudod, úgy felhívott, és megmondott, hogy láttam egy hirdetés az újságban. Melyik? És azt mondja, melyiket? Szolga lennék, vagy ilyen szextréner, vagy valami szexrabszolga. Hihetetlen. Jaj, ne de jó. Tapasztalatlan srác, csendes, félénk csajjal SMS-ezni. Maximum 30 éves korig. Nem? Milyen jó arc lehet az ilyen. Szia, hirdetésre jelentkezem. Hilda vagyok. Mit szeretnél? Szia, Hilda. Láttam a hirdetésed és érdeklődök irántad, mert megtetszett így a leírás, amit írtál az újságban így magadról is. Szeretnék egy ilyen hasonló társat, mint te, amilyen vagy. Értem. Hát nem tudom, attól függ, hogy mire vagy kíváncsi. Tehát azt gondolom, tudod a hirdetésből, hogy Lucy vagyok, 19 igen, éves, igen. Párt keresek. Értem. Mire lennél még kíváncsi ezen kívül? Picit mesélj magadról, légy szíves. Tessék? Picit mesélj magadról, légy szíves. Na, hát tanulok, közben dolgozok, város vagyok egy bárban, nagyon-nagyon szeretek járni, szórakozni, társasági igen, ember igen. vagyok. Melyik bárban, megkérdezhetem? Igen, a Gréven Caféban dolgozom. Ez udvarhelyen, igaz? Igen. Amúgy udvarhelyi vagy? Igen, én is udvarhelyi vagyok. Igen, és hány éves? 28 vagyok. 28 vagy? Na, hát mondjuk még jó. Oké. Okay. Na, és mivel foglalkozó? Én hangtechnikára utazom. Koncertek, hangosítás, ilyesmi. Milyen beállítottságú személyeket szeretsz? Én úgy igen. Inkább a teltebb lányokat szeretem, amint azt hiszem, hogy azért sem jelentkeztem a hirdetésre, és olyan jó, szexi, vadóc, buzi csajokat szeretek. Păi, noi, mama și tata. Nu prea ești mulțumit de băiatul ăsta care l-ai acum. Alt băiat n-am avut, numai pe ăsta. Da, dar ce să vede aici așa, nu mai e băiatul care a fost. Păi nu mai e. A crescut, sigur că da, acum e deja bărbat în toată firea. Da, dar ce să vede aici așa, mi-a ieșit un destin pe numele lui. El e însurat? Nu știu. Da, dar ce să vede aici așa, ca să știi. La da. Băiatul dumitale există un vestem pe numele lui și are economia legată la un cap de mort. Cum e mort în biserică, așa reprezintă el în fața femeilor. Am înțeles. Deci asta poți să-mi spui, dumneata. Asta trebuie cât mai repede posibil o terminare, o dezlegare de vestem. Cât costă? 3 milioane rezolvarea. Da, da. Na bine, când strâng banii ăștia, îți dau un telefon. Da, cum vă gândiți dumneavoastră, cum vă... Bine, vă mulțumesc. Să vă mulțumesc tare mult. Na. Ez azt hiszem egy ilyen össze-vissza hülyeség. Nem is már, nem is hiszem persze, benne. Hogy nem. De érdekes, hogy mind a ketten mondják azt, hogy... Blesztem, hát azért mondják is. Ezt, hogy fizessél nekik, hogy se fák egy ezlégáre, hogy nem tudom mi. De hogy a gyermeknek valami problémája van, ezt mind a ketten mondják, és hát lényegében te is gondolod, hogy valami problémája lehet, hogy azért nem jelentkezik egyáltalán. Régebb azért azt gondoltam, hogy ezzel én elintézem, megváltom magam. Na jó, de így nem is jutsz el egy
a magas szinten. Eljutottam, hidd el. De nem olyan formában, hogy a társadalom is elfogadja. De hát nagyon. Nem, tehát a kortárs művészetben egy nevem volt országos viszonylatban. Érted? Szóval eljutottam, ez egy nagyon magas szintre mondom. Nem azért, hogy itt dicsekedjek. Csak úgy gondoltam, hogy hát tovább... Én még nem hallottam a híredet, nem láttam egy képedet. Hidd el, csomó minden anyag vannak emletével, dokumentumok. Élvezem csinálni, de inkább anyagi szempontból. Az úgy fontosabb lett most. És most érdekel mondjuk az ének sokkal jobban így, mint művészet. Tehát ott jobban ki tudom fejezni magam most. Most már igen. Van valami felvételre, amit énekeltek? Nem hallottátok? Te hallottátok ti azt? Nem hallott? Hülyéskedtek. Hát mostan úgy nézek én ki, aki... Nem hallottátok még azt a CD-t? Na, most ha a hanyadik hát szóval mondjam, kérek, tedd fel, hogy halljuk. Na jó. Ezt szeretném, hogy már legyen más is, mert ezt az 5 számot már annyian hallgatták. Hát annyian igen, csak mi nem. De és az kutya. Hát ti ide tud veszeli? Hogy jön utána? Na mondjuk ez is érdekes volt, hogy te jelentkeztél István a királya. Hát egy kicsit meredek volt. De azelőtt így még énekelgettél? Tehát tanárval vagy? Hát ez a felvétel azelőtt volt, hogy én kimentem Pestén. Már tudtam, hogy én így éneklek. Tehát én tudtam magamról, mondom, én úgy mentem, hogy én meg István, tehát már ne csinálják az eszüket, tehát, hogy érted? És akkor egyből egy ilyen nagy félelem lett, hogy színpadon vagyok, most mi is van, tehát megijedtem, és akkor mondták, hogy nem is tudok énekelni, és akkor aztán teljesen összeomlottam. Per pillanat, nyilván utána aztán azt mondtam. De ezt tudod, hogy ezek miért vannak? Ezek azért vannak, hogy megerősödj pont abban. Igen. Meg lehet, hogy azt is érezték, hogy bizonyos technikák nincsenek meg, vagy... Persze, nem volt meg. Tehát most azóta tudom azért a hangomat is vibrálni, meg egy csomó dolgot, amit még nem is tudtam, hogy létezik. Na, sok minden volt. De végül is én tudat alatt azért volt bennem egy olyan is, hogy én nem akartam. Én tudtam, hogyha ez azzal járna, hogy Pestre menjek, tudod? És én nem akartam abba a városba. Tehát a gyermekemtől én nem akartam ezt akarni. Ez volt a legfontosabb, hogy én Áront itt hagyjam udvarra, és én kötözök Pestre. Te nagyon szereted azt. Nagyon szeretem Áront, és ezt így magammal nem tudtam volna elrendezni. És Áron most mennyire úgy van ezzel? Hogy? Áron. Jó vagyunk, csak ritkán találkozunk. Szóval egy héten egyszer, vagy kétszer találkozunk. 11 éves. Plakátot, mit szólsz? Igen. Hála tudok ott valamit szervezni. Hogy hozol izét is? Nem csak plakátot, hogy megmutassam, beszélgessek emberekkel, kultúrigazgatókkal, iskolaigazgatóval, hát ha valami összejön. Az a helyzet, nem értek el a határig. Nincs annyi pénzünk benzére, Gozi beváltott a forintra. Van 500 ezer forintunk. Neked adok 1 millió lejt, és még van 950 ezer lejt. Ez a millió lejt, és az a kettő elég izére. Az kell nekem a 95 hazafelé. Mennyi van, 100 darabon? Szabolcs, meg levettem pénzt számokat. Ott 1 millió lej van, igen. Megszoktam most. Jó.
azt veszel arra motorinál. Aputó még kérek egyet. Egyszer van neki. Apu! Nyit be a pályát. Szaba, gyere be! Anyu, kéne adjál valami pénzt, mert nincsen pénzünk motorinára. Csak forintunk, most nincs lejük, anyu, tapkodni. Még a nyugdíj messze van, fiam. Mennyi kér? Csak egy kicsit. Mennyi? 1 millió. Gyógyszert kell vigyekni, olyan beteg vagyok, haluk meg. Apuka. Szeretünk, apuka. És ott van egy busz is. Ilyen busz kell hozzak? Igen. Jó. Kutya úrú Mercedes, lehet olyan lesz. Szia! Szia! Hildát keresek. Szia, Hilda vagyok. Hilda vagyok. Hilda ennek a szerencsének. Akkor mi beszéltünk telefonon? Igen, mi beszéltünk. Na, hát leülhetünk valahova. Kicsinj le. Oké. Okay. Ez a kedvenc helyed? Tessék? Ez a kedvenc hely, tőzsely? Igen, ez a kedvenc helyed. Oké. Okay. Általában. Mit iszol? Hát nem tudom. Te mit szoktál inni ilyen helyen? Kis bor, sör, lehet. Sör, akkor bor. Mit szeret csinálni? Miért élsz? Hello. Egy viszit kérnék. Igen, egy gin beer-t kérek. Egészet. Jó, egy pohár vörös bort kérek szépen, és kólát akkor már. Egy eget létszi nekem. Köszi. Ilyennek képzeltél el körülbelül? Nem éppen, de kellemesen csalódtam, mondjam. Jó, értem. Stengem. Körülbelül ilyennek. Ami van, az megvan. Gondoltam. Nem, tehát én így adtam fel a hirdetést, Duci lány vagyok, olyan fiút keresek, akinek ez tetszik. Szexi lány vagy. Köszönöm szépen. Aztának el tudom tenni, szexi, Duci lány. Köszönöm szépen. Te is nagyon aranyos vagy. Köszönöm. Amúgy, hogy őszinte legyek, nem látszik, hogy 28 éves vagy rajta. Nem, valóban. Sokkal fiatalabbnak tűnsz. Így van. És nem is titok. Tehát nem nézek ki 28-nak, ez nem is titok. Tehát 24. Igen. Tehát tényleg, ahogy így most megláttam, nem ez baj? Vagy. Nem, abszolút nem. Mondjuk én idősebbnek tűnök, mint 19. Picit. Jó, picit. 22? 23? Olyasmi. Maximum. Duci lányok közül melyikeket szeretett inkább, amelyik vékonyabb, vagy nagyobb, vagy nálad ez hogy megy? Te Duci lányok közül melyiket? Mondtad, hogy kedveled a ducikat, tehát, de azok közül is van kisebb, tehát van husikásabb, van nagyobb, van közepes, többféle. Ezzel úgy vagyok, hogy ránézek, kicsit beszélünk, vagy szóval nekem látnom kell a szemét, és egy kicsit beszélni vele ahhoz, hogy behatározom az egész dolgot, hogy most az illető személy tetszik-e, vagy nem tetszik. De inkább tetszenek a nagymerű lányok, és nem mondom Ducinak Duci, de tehát, hogy mondjam, most... Arányosan vagy? Arányosan, kicsit a cicik lejjenek a jobbak, csak a többi úgy kicsit kisebb, szóval... Jó. Érted, hogy... Igen, tehát inkább a husikásabbakat, nagymellű husikásabbakat szereted. Igen, így, hogy mondod. Jó, rendben. Egész őszintén beszélgetünk, tehát... Igen, de én úgy gondolom, szeretek őszintén beszélgetni. Oké. Nekem a zene a mindenem. Ezzel én is ugyanígy vagyok. Kiskoromtól így élek. Ugye egy álmom volt az egész, hogy legyen egy koncertot, szóval. Egy nagyjából egy olyan álom, amit szeretnék beteljesíteni. És ennek álltam neki. Tehát ezzel foglalkozom reggeltől estig szinte, kisebb-nagyobb időközben. Ez azért kell egy társ.
persze, valamennyire. Kipróbáljuk. Jó. Bizonyíts be azt, hogy nem hiába ölnek meg. Mutasd meg csak egyszer minden tudó szellemed. Mondjam el, hogy mi az, amiért én meghalok. Mondjam csak, hogy hol, mikor és azt is vajon hogy. Jó, jól van hát, jó! Meghalok! Ne ijeszd, hogy halok meg. Cimbalom, nem oké? Cimbalom? Nem. Ötszereket kiválogatom, hogy kellene. Itt mondom a mintát, ne itt. Ezt mondtam neki, te meg ötted a sima volt. Ez minta. A sima volt, de itt nekem jó, adott hozzá ilyen öntvény, ilyen ne, mintákat, az, né? De az nem ez jár, nem ahhoz jár. Vagy csak rád volt, de... Homokkal le kell fújni, tudom? A lényeg azok, azok az apróságok, és ez egy millió az egész. Egy millió? Nem. Ráadom az egész apróságok. Egy millióta. Éjjétek. Nem. Az hát az nem ér 200 ezer, amit kiválogatok. Az a kér, nem. Mit? Az a két-három sít, az még párban nincs. És megírom a új sághirdet és felteszem. Mit akarsz? Hát galambokni. Hányat? Négyet, hatot. Jó napot kívánok! Hallgatjuk ön, tessék mondan. Szeretném elcserélni a férfi cipő egészen 40-esig. Cserébe majd megy egyezés alapon. Tulajdonképpen zöldség, krumpli, cukor, liszt, félelem. Mi vettünk hozzá új inget, uh-huh. Nyakkendőt nem vettünk, lesz a de Tiborrak a hosszú nyakkendő is fogom felvenni ezt a hosszú. Hát azt szerintem lelóg neked a térdedig, fiam. Nem, tudod meddig lóg? Ha meddig? A mellényemből itt alul ki se látszik, nem? Uh-huh. Nem látszik uh-huh. De be fogom alájá tenni. Igen. S hánytól lesz a megnyitód? Nem legyek tudom ott. Nem tudod? És miket láttál a tengerfenekén? Ja. Nem mondtam, hogy láttunk medúzát. Igen. Mondtam? Nem. Ilyen hatalmasat még. Na, ne hülyéske, nem hiszem. És látod Tibor harraj. Ekkora volt, ilyen gyorsan szárnyalt, mintha egy nagy állat lenne. Ja, ja. Nagyon nagy hullámok voltak. Ilyen volt a tengerszín, és ilyen magas hullámok. Ha ennyire vagyok a tengerszintől, átcsapod. Ja, ja. Lű Filip, az a neve. Két fiókos kártya, kártyázó asztal. Kártyázó? Kártyázó. Két fiókos, két felé. Uh-huh. Szólnak tőle. Csak nem lehet ezeket megcsinálni az a gond. De igen. Ezt ki lehet javítani, ezt meg én is ki tudom javítani. De komolyan ne, hát itt gipszel, nálad a gipszel, ügyesen. Meg lehet csinálni. Uh-huh. Ezeket is elvisze. 50 lehet. Na jó. Na mondtam, amikor van valami érdekes, akkor hívjál fel és... Jó. Vissza még. Elviszlek a rugon Favitóhoz egyet fürdeni, vagy valahova a strandra, még elmegyünk, jó? Amíg nem lesz nagyon hideg. Okay. Akarod? Annyit költöttünk te. Ilyen román pénzbe ilyen 40 milliókat költöttünk. Sok pénzetek van. Elvitték a hullámat a sok pénzt. Ha minden esetre ez akkor neked ez volt a legtartalmasabb nyarad, amióta meg vagy fiam ezen a világon. Ugye? Hát, a legsűrűbb. A legszebb nyarad volt. Én sűrűbben forogtam. Jöttem haza, ültem egy és fél napot, mentem. Mm-hmm. Megint egy és fél napot. És Gabornak is jó kikapcsolódás volt, ugye a nyár? Igen. És Tibor is érezte, mindnyájan jól éreztétek magatokat? Igen. Néha gondoltál-e rám te? Igen. Csinálok egy ilyen telefonos fotót rólad. Jó.
Csak azt te is csinálsz róla. De hát inkább te úgyse tudod ezt megnézni. Megnyilatkoztál? Ilyen rövid a hajad? Mikor nyílt meg Gabó te? Ha? Már két hétre. Hasonlítasz hozzám is egy kicsit. Igen, majd... Ezen mit szólsz? Hasonlítasz egy kicsit rám? Jó Isten, ez valami tolsz képetnek. Mit szólsz? Kicsi elnyelkom. Ebből már látszik, hogy milyen leszel egy pár év múlva, ugye? Ó, hogy látszanak a vonásaid így előre. Hát még csak, már nő itt a már van hajam, nézek csak. Jó, már van hajam. Na, a nő ki, kész, el van múlva. Te nézzek. Mit? El van csámporodva, nem? Hát a zsibbasztóta biztos. Csak ne rágd ki a szélét. Megvan a jegyed. És ez cserét kezd cserésre. Aztán majd visszaívom. Jó volt ez. Nem tudom, mit akar most. Hát, biztos valamit azzal kapcsolatban én vissza, nem? Te nem is találkoztál most vele. De találkoztam vele. Most délbe. Igen. Volt. Mi volt? Ja, telefon. Téma. Sok volt megint számára? Hát de nem tudom, hogy hogy. Hát de hogy te? Nem tudom. Oh. Cseréljük a csengésedet, mert... Mert nem hívlak mobilon, hogyha... Ilyen sok szó nem veszed fel. Na, mindegy. Sok telefonozás nem lesz. Nem lesz. Én egyszer biztos, hogy messengerezni se fogok én izé reggeltől estig, az. Akkor mit csinálunk? Akkor nem beszélgetünk el most. Nem gyógy vissza, hogy a rosszabbul van. Heti hirdetőt? Heti hirdetőt? Csókolom hirdetőt, tetszik venni? Egy lej lesz. Te mit iszol? Forró csokit. Na, mik vannak? Van tea is.
már kezdve kiesedni az igazság. Mentünk eleget, mert reggeltünk. Hát igen. Hát gondolom, ezt a képet meg kéne rendelni, az tetszik ez a kép nekem. Ezt hogyha jó, meg tudnánk egyezni esetleg. Ez érdekelni. Azt mondja, hogy kicsit is lettem még. Azt tetszik, hogy ilyen bordós az egész. És pont az egyik szobám nekem bordó. És passzol nekem az egyik szobámba. És mi lenne az ára egy ilyen három? Hát... hát, hogyha például tehát kétféleképpen, én gondolkoztam, hogy kétféleképpen lehetne, tehát 5 millió lej, ha egyszerre kifizetett, csak benne van a ráma ára. Vagy, hogy a két részletbe, nekem úgy is jó, hogy két részletbe fizes, mit tudom, egy vagy két hónap alatt, akkor 5 millió plusz a ráma ára, de akkor két fele oszlik az összeg, ahogy neked jobb. És A4-esbe? Ugyanez 3 millió. Ez nekem kell A4-esbe. A4-esbe. Uh-huh. Jó, hogy csinálod? Akkor egyszer kifizetett 3 millió, vagy akkor 3 millió 400 és két részletbe? Hát csak úgy egyszer kifizetem, és 2,5. Nem lesz jó. Súrod össze, úgy, és akkor a hajadat igazítsd meg vele. Így? Ne fölfelé, hát szép vagy, nézd meg. Szerinted ki? Tehet egy bobó. Nem ilyen poros az ujjam. Hát megporosod. Tegnap, hogy szálltam le a színpadról, letörődtem az egész poros. Lehet egy bohóc? Nem. Miért? Ha lesz egy bohóc, fizetett bohóc legyél. Hoztam azt bohóc. A tőlőt? Egész van. Apa! Henger? Nem. Otthon meg henger. Apa, lehetek fizetett bohóc. Mikor a diplomádat leteszed az asztalra, lehetsz bohózt, hegymászó. Aj, de most? Nem. Miért? Azért. Miért? Azért, épp az időbb van. Csillogos vagy a szád. Nem lesz csillogos a szád. Mert csillogos a tényleg. Passzik a témabra. Hova? Ez egy. Tudod, mert hunyadalul jön ki a fűz lekamarás. Nem szedtem üdös nem. Miért azért kell parfüm, hogy nem van? Jó, 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 büdös leszel, kisfiam! Dani! Mi a baj? Sokat nem kell nyomni. Késő. Nem baj. Egy bohóc se szép. Miért? Mert nem arról szól a bohóc élet, hogy szépek vagyunk. Gyertek ide! Legkérek mindenkit, jöjjön közelebb! Ben Bozefini, Székely udvarhelyi bűvész. Mutatványait láthatja, akit érdekel, így kérdés a belépő. Párok lesztek. Minden gyors. Tépjed le! Szakítsd le! Úgy! Azt is, szedjed le! Szavarokat létszi, Hilda bébi. Ha egyet adjál ide, ezt tegyük vissza. Következő is jöhet. Na a földre. Add már a kezembe. Thank you.
még kell jönnek a magas hangsú gázók bele. Tudod, mikor jönnek? Jövő hétre. Legjobb választás. Csak éppen tudják leküldeni és lejön raktáron. És mennyi? Drága, a fizut körülbelül, baby. Egy havi fizut. Elpakoltad a gyufát, embé. Igaz? Lám. Nem ég. Na, hozzad. Szevasz, Csaba vagyok. Na, köszönöm szépen, itt útra készen, éppenséggel még sírországos. Gondoltam, hogy felhívlak el. Igen. Igen? És gondoltam, hogy fel... Hát megyek, valami autót kell hozzak, és közben még valami embereket is elvinni is. Gondoltam, hogy felhívlak előtte, hogy halám. Sikerült-e valamit a képpel haladni, vagy... A helyzet az, hogy nem fogom megfesteni a képet. Na, most már úgy érzem, hogy nem ezek a dolgokat nem vállalom, és nem akarok ezzel foglalkozni, hanem inkább az zenes az ének az, ami most már hogy hangsúlyosabb lett. Nagyon sajnálom, de vissza kell mondjam az egész megrendelést, ha nem is nagyon vállalok most már sem ilyesmit. És most éppen itt egy CD-n borítóján dolgozunk számítógépen, és készülök Pestre, lehet, hogy holnap megyek is. Hát, igen? Így valakiket, olyan embereket találok, akik így érdeklődnének a dolog iránt, amit csinálok, és aztán majd meglátjuk. No, sok sikert, szia, szia, szia. Köszi, neked is megjött. Szia, szia. Apa, az két lejt. De Dániel, én adtam neked öt lejt mára. Mit csináltál vele? Kinek vettél be a cukor? Barátodnak? Hány lej volt a te cukor? Nagy két lejt, jó, van, és kisebb két lejt. Kapsz két lejt, jó? Nem, Batacukor. Ivan, le kell pakoljuk az asztalra, mert jönnek a táncosok, azért vannak a székely ruhások. Ugye várnak egy percet. Mindent akkor, vagy valami. Elfelejtettem. Olyan melegen volt végig a színpadon, hogy nem bírtam. Nem kell megmagyarázni. Te is hibáztál, mit nyavaj? Nem semmi. Az égvilágon. Az égvilágon semmi. Hát miért nem? Mert megengedtem, hogy elégedd a fejemet. És te is. Miért nem figyeltél oda? Mi soha nem voltál ott, amikor kell. Hol? Ott. Igen, is ott igen. Volt, te voltál. Mikor? Amikor például akkor, amikor le kellett volna húzni a zenét, a zene rá sem volt adva, amikor én suktam. Mikor? Amikor suktam a kislánynak, hogy dugja el a poharat. Mert nem az ő dolga a zenét ráadni. Hát de ha anyád nincs ott, akkor Dániel közben él. Dánielnek az a dolga, hogy tanuljon az iskolában, nem az, hogy téged kiszolgáljon. És ha nem tetszik, ott a hangosító. Az két lehet. Nem adok, és apádnak különben is igazam. Mert a te helyed nem a színpad túlsó oldalában. Ebben azért egyezünk meg, hogy apunak igazam. Bocsi, csak nem szerettem volna, ha vitát nyitunk ebből. De most nem arról beszélünk, hogy te chipset veszel. Ne segíts behordani, most is itt ne ücsörögjél gyerekem, dolgod van. Nem ingyen kapod a chipsre hallod, és nem ingyen kapod a fizetésre.
jogom? Egy 50 lejes fel tetszik váltani egy lejesekbe? Mindegy lejes legyen? Igen. Nem biztos, hogy sikerül annyi. Jöhet úgy, hogy 30 fel egy lejeset, azért egy 10 lejes. Megpróbálhatjuk. Számolj meg, légy szíves, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Számolj a gyújjel. 11, 12, 13, 4, 8, 9. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Na, ez akkor 146. Na, látod? Szépen gyűl, ügyes voltál. Megéheztél? Megbizony. Hát, megéhetek egy kenyeret. Na, kenyám, csak meg kell mosni a kezeket, jó? Csak össze, please. Szia Attila, Gyöngyi nincs ott veled véletlenül? De igen. Adod egy picit vicces. Na puszi, mit csinálsz? Hát kint vagyunk a Attilával. De hol kocsma? Jaj, azért mert hívtalak, s nem veszed fel. Nem hallottam, pedig most már tényleg hangos. Választottam új rengő hangot. Na jó van. Na beköltöztél-e? Nem. Miért? Hát meg későn végeztünk, s... Ha mit csináltatok? Hát de mit csinált? Hát, ja, értem, értem, értem. Na jó, te tudod. Akkor holnap felhívlak még, jó? Na, mert vannak ingyen perceim holnap, se akkor vagyis hétvégén. Na jó, Anna. Na, puszi, puszi, puszi. Állj meg, azt én! Itt van, ne hiszem! Na, irány a pacsírta, mert reggel fel kell kelni. Az nem jó. Az a fele. Mindenben van? Mindenben megnéztem, van. Megnéztem, be van zárva? Be van zárva. Elbúcsúztam. Beszállás. Beszállás. Húj, de hideg kezd lenni. Ahogy te. Fáztok én? Nagyon. Nagyon. Na, mindjárt be így újtom, s meleg lesz. Csak induljon már be! Ez az! Csóni. Daniel, nem hoztuk az elemlámpát, kisfiam? De hoztuk. Á, megvan! Megvan! Yes! Hú, hogy meg vagyok vagyok. Jaj. Jó műsor volt. Igen. Ügyesek voltak a gyerekek. Kicsit többen lehettek volna. De ahhoz képest, hogy a falu mekkora. Pálkata Péter, jó reggelt! Már odakint a nap felkelt. Szól a kakasunk, az a nagy talajú. Gyerek ki a létre, kukurikú. Bocsánat, hamarabb kukurikú nálam. Kukurikú. Jaj, ez az autó sem megy a legjobban, nem tudom, mi van vele, de valami van szagja, ahogy. Érzem. És azt is kérdezte tőlem a kislány, hogy mennyit keresek én. És van-e már autóm, van-e lakásom, a rózsadom tetején. És állj meg, kislány, és mondom a vár. Adj időt neked! Apa, te Nóriában! Állj meg, kislány! És
szélem, hogy milyen az életem. Na, hogy írjam? A Gozefini Bűvésztársulat kisegítőt alkalmaz. Vagy keres. Vagy tudom. Kisegítőt. Két T? Nem. Egy T. Kisegítőt. Keres vagy alkalmaz? Keresve alkalmaz.